Újabb a járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló intézkedés lép életbe. A kormány elfogadta az idősek tanácsa javaslatát, és a keddi naptól minden hétköznap hétfőtől péntekig 9 óra és 11 óra között, illetve hétvégén, szombaton és vasárnap 8 óra és 10 óra között bevezeti az idősek vásárlási sávját. Ebben az időintervallumban csak 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba, azaz az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletekbe, valamint a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletbe. Az élelmiszerüzletben, a drogériában és a gyógyszertárban az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. Az idősek védelme a járvány felfutásával kiemelten fontos, hiszen a vírus gyakorlatilag minden magyar településen jelen van, ráadásul az időseknél és a krónikus betegeknél nagyobb a kockázat a fertőzés súlyosabb lefolyására. Az időseket továbbra is arra kérik, hogy vigyázzanak magukra, kerüljék a zsúfolt, zárt tereket, és a bevásárláshoz lehetőleg kérjék hozzátartozójuk, vagy akár az önkormányzat segítségét. Ábrahám Katalin, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 11. kerületi szervezetének elnöke azt hangsúlyozta, a vásárlási idősáv bevezetésére azért van szükség, mert az idősek egy része megnyugtatónak találja, ha külön idősávban biztonságosan tud vásárolni. Emellett azonban az is fontos, hogy az érintettek ezen az idősávon kívül is elmehessenek vásárolni, mivel sokan nyugdíjasként is dolgoznak.